Sziasztok! Ebben a videóban korábbi BL döntőket fogunk újra játszani, és megpróbáljuk megváltoztatni a végeredményt. Két döntőt választottam, a 99-est és a 2005-öst. Mindkét finálé tele volt izgalommal, de kezdjük időrendben. Ha tetszik, amit csinálok, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, mert hamarosan az IFC 24-jel jönnek a videók. A 99-es döntő nagy részében nem történt semmi, a Bayern korán megszerezte a vezetést és uralta az egész meccset. A dráma a hosszabbítás első percében történt, amikor Teddy Sheringham betalált, majd rá kis időre Solskjaer is, és így a 99-es BL döntőt a United nyerte. Elsőként a 99-es BL-t fogjuk újra játszani, méghozzá a Bayern színeiben, és remélhetőleg újra fogjuk írni a történelmet. Itt láthatjátok a csapatomat, de viszont Mateuszt, Sanyolt, és jó pár játékost ismerek, például Oliver Kahnt, hát ki ne ismerni. Szerencsére a kispadon is vannak olyan játékosok, akiket majd behozhatunk. Érkeznek is a játékosok a gyepre, ott van elől Oliver Kahn, és nagyon sok olyan játékos lesz a United-től is például, aki számunkra ismerős lehet. És akkor bele is vágunk ebbe az egészbe, hát nagyon remélem, hogy meg tudjuk verni a United-et. Jó kis passz, már mindjárt itt vagyunk a 16-oson belül. Ez is jó. És a lövés, megvan a vezetés, srácok. Hát az nagyon easy. Ajaj, gondban vagyunk, srácok. Jézusom, kijöttem Oliver Kahnnal, szerencsére el tudtuk passzolni a labdát. Ez megint baj. Cole, és a lövés, Oliver Kahn ezt is kivédi. Ezt megint rosszul, ú, de hülyeséget csináltam. Ne, passzoljuk már innen a labdát. Jó indítás. És a következő passzunk megint rossz. Hát most nagyon bekezdett a United. Ott van a 16-oson belül, Cole, és elrontja. Ezt megint elveszik. Komolyan a Unitednél van folyton a labda. Oliver Kahn, óriási védés. És az még mindig jó. Még mindig nálunk van a labda. Ó, de rosszat passzolok. Pedig amúgy jó irányba ment, csak nem tudom, hogy hova indult be a játékosunk. Az baj, srácok. Cole. David Beckhamnél van a labda. Szerintem el fogjuk tudni venni tőle, és így is van, megvan a labda. Megindulhatunk a szélen, még mindig nálunk marad, és nem jó a beadás. Ajaj, Giggsnél van a labda, és Giggs nagyon gyors, és ott a 16-oson belül, de hát az egyébként lehet, hogy ha bele nem vetődik Oliver Kahn, akkor lehet, hogy csak kimegy és kirúgás lett volna. Nagyszerű passz, York. Már mindjárt ott van a 16-oson belül, és így kapunk gólt, hogy kijöttem a kapussal. Ha nem jövök ki, szerintem nem lövik be. Giggs beadja középre. Tehát be akart adni középre, de ellakadt a labda. Lehet, hogy még így jó nekik, és Oliver Kahnnal lehúzzuk a labdát. Eddig jó. Túl rövid volt a passz, nem oda akartam, de még lehet, hogy így lesz nekünk jó. Beadjuk középre, fejes nem jön. Még mindig nálunk van a labda, és elrontom. Pedig lehet rá kellett volna lőni. Mehetünk tovább. Elber. Nagyszerű indítás ki a szélre. Visszagurítjuk. Ott van. Nem igaz, hogy lepattan a lövésünk. Nagyszerű labdaszerzés. Szépen gurítjuk le, és az egy óriási indítás. Elber. Csak ne tolja meg még egyszer, mert akkor nagy bajban leszünk. Elber! És belelőjük a kapusba. Az mekkora indítás. Nagyon szép eddig. Bent vagyunk a 16-oson belül, bepasszoljuk, és a lövés persze, hogy elakadt Gary Neville-be. Effenberg, nagyon jó. Eddig még mindig itt vagyunk a 16-os szélén. És... nem igaz, hogy nem tudunk még egy gólt lőni, pedig esküszöm, az elején olyan könnyen belőttük. A meccs 1-1-en zárult, ami azt jelenti, hogy jöhet a hosszabbítás, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből a meccsből. 16-oson belül van a United, és ebből lehet, hogy gól lesz, de nem. Fú, de hülye vagyok. Megint hova passzolom? És elvette a United a labdát, ott vannak a 16-oson belül, és Oliver Kahn megmenti az életünket. Az mekkora indítás, hát nem is gondoltam, hogy ott átmegy. De megint milyen idiótán passzolunk, hát komolyan. Nagyon szép eddig a játék. Effenberg kapja, és Effenbergnek az egy kicsit hosszú. 16-oson belül vannak mindjárt, és már amire ezt kimondom, ott is vannak. Elakad a lövés. És nem is lesz szöglet belőle. Lehet amúgy, ha szöglet lett volna, egyszerűbb dolgunk lett volna. És gólt kapunk, srácok, a 118. percben.
hát a történelem megismételte önmagát. Sajnos a United-et nem tudtuk megverni sehogy sem, még úgy sem, hogy mi vezettünk. Szerintem mindenki hallott már a legemlékezetesebb BL döntőről, ami 2005-ben volt. A Liverpool és a Milán közötti párharcon Maldini az első percekben már gólt is szerzett, és az első félidő végén Crespo duplájával már 3-0-ra vezettek az olaszok. A második félidőben aztán a Liverpool visszajött, egyenlített, és a 11-esekkel megnyerte a BL döntőt. A második BL meccs előtt egyszer nézzük meg szerintem a csapatunkat, hát ezzel a csapattal muszáj lesz megverni a Liverpoolt, nem úgy, mint az előző meccsen a United-et. Érkeznek a játékosok, és hát nagyon érdekes a PlayStation-nek az új logóját látni, és sok embernek a kezében ilyen extra okos telefonokat, közben még 2005-ben járunk. Nagyon nagy nevek vannak mind a két csapatban, de remélhetőleg ez az egész ez nem fog minket befolyásolni, és annak ellenére, hogy nagy nevek vannak, fogunk tudni nyerni, és az első lehetőség már rögtön belövi a Liverpool. Nagyon szép labda kihozata a Gattuso, megy tovább Crespónak, Crespo hozza, lehet vissza kellene inkább hozni a középpályára, nagyon szép eddig, Zédófa pedig már nem tudjuk tovább passzolni. Shevchenko, Shevchenkónál van a labda, lepasszoljuk. Ez is még mindig jó. Shevchenko kapja középen. Shevchenko, az be kell lőni. Úgy is van, de nagyon bevágtuk. 1-1 az állás. Olyan gólt kaptunk, srácok, hogy le sem tudtam reagálni. Az kemény. Rövid saroknál ilyen ólózós gól. És Crespo kapja. Nagyon jó. Crespo. 16-oson belül Crespo. Előjük a hosszúba, és megvan a második gólunk. A Liverpool nagyon-nagyon közel van a harmadik gól megszerzéséhez. Hát ők is olyan szépet adtak be, mint mi. Óriási hiba, és a Liverpool ki is használja. 3-2 a Liverpoolnak, hát ez hihetetlen. Az nagyon szép indítás, csak ne legyen les. És nem volt az. Crespo, Crespo, és ott van a 3-3. És ez is jó, még mindig szép. És mekkora passzok voltak, Shevchenko, Shevchenko, és kivédi Dudek, hát ez nem igaz. Még mindig nálunk van a labda. Ott van Gattuso, Gattuso és Gattuso lövi be! Hihetetlen! Jól jön középre. És újabb gól. 5-3. Az viszont lehet les lesz. És nem volt les. Mekkora paszt adtunk Zédorfnak. És 6-3. Ez viszont egy nagyon-nagyon kemény. Életemben nem láttam ilyet, ezt nézzük vissza. Oda pattan, oké, visszapasszoltam, elvették. Ott felpattant a labda, de annyira pont, hogy pont tudott fejelni. Az nagyon szép labda. Zédorf, és eldöntjük a meccset, 7-4-re nyerünk. A második meccset sikerült megnyerni, a Milánnal megvertük a Liverpoolt méghozzá 7-4-re, és az egy elképesztő csata volt, annak ellenére, hogy 2-2 volt a félidőben. Köszi szépen srácok, hogy itt voltatok, ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!